A tekettőnőzők, tehát Szebit 2015-től, ahogy a Black Lady-nél megtaláltuk itt a Leap-et, amit a Mobile World Congress-en bemutattak nekünk, csak mi sajnos nem kaptuk a kezünkbe. Nagyon szépen látjuk, egy 5 incses HD kijelzője van, ami eléggé szép, sajnos nem full HD, de ez az olcsó BlackBerry-hez tartozik, nem ezáltal, csak ennyi felbontás fér bele. 2 megapixeles kamera elől, 8 megapixel hátul, kis lámpával, és persze autofókusz is van benne. Itt a hátulján megtaláljuk a hangszórót is, és egy nagyon szép kis BlackBerry logót. Az egésznek ilyen gumis hátulja van, nem túlságosan, úgyhogy még elég jó itt az érzés. Ha megnézzük oldalról, akkor látjuk, van egy hangerőszabályzó, plusz a közepén még egy funkciógomb. Van egy micro USB, persze lehet tölteni, meg mikrofon is, és a tetején találom még egy mikrofont, kikrejés, lekapcsolás gombot, és még hozzá egy felható jacket is, persze, hogy tudjunk majd zenét hallgatni. A hátulja nem lehet levenni, 2800 mAh-rel eléggé sokáig fújja bírni, de sajnos például a SIM kártyát, meg a micro USB-t itt oldalt kell majd belerakni, ahol látjuk, hogy simán meg bele lehet csúsztatni, és a 16 giga belső tárhelyet például majd bővíteni. Ha megnézzük itt a szoftvert, azért már látod, hogy relatív gyorsan megy. Snapdragon S4 Plus van benne, S4 Plus, hogy biztosak legyünk, és ugye megnézzük a billentyűzetet, akkor látjuk, hogy elég szépen gyorsan is lehet írni, kellemes a billentyűzet, és hogyha ezt megfordítjuk, akkor látjuk, hogy nagyon szép animációval is kellemesen működik itt a termék. Úgyhogy megint kimegyünk a szoftverből, át tudunk menni gyorsan a kamerába, itt lent vagy telefonhívásba például, kamerát hamar lehet tudjuk indítani, és ha most például le akarom fotózni az iPhone-t, vagy más terméket, akkor itt nagyon szépen látjuk, hogy jó, gyors az autofókusz, megfordítjuk a kamerát, 2 megapixellel elő látok engem, meg itt a kollégámat, és igazából már ennyi is volt a rövid bemutatója itt a BlackBerry Leap-nek. Még egy rövid összehasonlítás az iPhone-on, ami mutatja, hogy a 4,7 incses készülék majdnem ugyanolyan nagy, mint az 5 incses telefon, és vastagsága és kb. Ugyanolyanok, úgyhogy teljesen kellemesek itt, hogyha ezeket csak így összehasonlítjuk. Köszönjük, benéztetek, nevem Gábor Lázs, legközelebbig a Cebit 2015-ről, nevem Gábor Lázs, a Tech2-től, köszönjük, benéztetek.